Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Újpest központról, a megújult állomásról jelentkezem. Hát most tudtam csak ide eljönni, igazából már három nap jártották, de én csak most értem rá ide kinézni, úgyhogy hát lássátok, itt van az új tájékoztató. Ilyen egy CRT-t éve helyett most már itt egy rendes LCD-t mutatja, hogy mikor ment el az előző metró, mennyi a pontos idő. Hát az alagút az sokat szerintem változott. Az állomás dizájnja viszont teljesen más, tehát majd érdemes lesz nekem is a régi képeket visszanézni, mert itt még a lezárás előtt csináltam, hogy akkor hogy nézett ki, és most hogy néz. Kérjük, hogy összefoglalod a biztonsági táblát. Az új táblák. Akkor mindjárt szétnézzük, túloldalról is mindjárt kimegy a vonat. És itt vannak az új ülések. Hát a régi szégeket, azokat úgy tudom, hogy innen eltakarították. Most tessék, nézzétek meg a reklámanyagot. Megújuló állomások, korszerű pálya, szerkezet, utasbarát fejlesztések. Aztán látjátok. Az új digitális kijelzők, azok ilyenek lettek. Hát most valószínűleg, hogy innen nem megy a kifele, úgyhogy azt nem is tudja kijelezni, mikor. Viszont azt írhatná, hogy a következő mikor jön, szerintem még az sem. Szerintem ez még nincsen beüzemelve, csak próba üzemet nyom. Egyébként meg összességében szerintem nekem az a véleményem, hogy igazából nem lett rossz. Csak eddig ezt az egy állomást láttam, a többi csak így a vonatból, ahogy jöttem errefele, de szerintem ez nem lett rossz. Tehát igazából nem is lett nagyon csicsás, de hát az nem is volt beígérve, hogy olyan lesz. Úgyhogy szóval visszatérve nem is mondták, hogy ez hogy igazán ilyen csicsás lesz, meg olyan, mint a moszkvai, hogy egy csiliárdot megcsinálják, viszont ez az ugyanilyen minimalista dizájnú volt a régi is, ugyanilyen lett az új, és azt megkapta, tehát szerintem nem lett ez így rossz egyébként, de azt mondom, hogy végül is működik, mert metró megálló igazából, viszont az igényeket kiszolgálja, metró, metró, és hoppá. Szerintem ez a rajz, ez már itt volt a régi állomáson is, és hogy ezt is meghagyták, ami viszont nagyon jó. De nézzétek, hát ugye van mozgó lépcső is, működik, most még, és szerintem lift is van, nem így azt is megnézzük. Ezt nézzétek, itt a lift. Jön is. Van lift, épült lift és működik is. Ki is próbáljuk. Jel. Na, mint a metróba itt is bemondja, hogy az ajtók záródnak. Az ajtók nyílnak. Már csak azt kell bemondani, hogy a jobb vagy a bal oldalon nyílik. De ne legyünk tehetetlenek. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor itt eleve volt egy teherlift, tehát szerintem annak a helyére építették. Ja, és itt is van egy tesztüzem, tehát sokat még ne várjuk az utas tájékoztatástól. Viszont, hogyha már itt is kint lesznek az indulási idők, az annyiból jó lesz, hogy már itt tudod, hogy érdemes-e sietni vagy nem. A másik az, hogy ismerve a pesti utazóközönséget, hogyha fél perc van meg, akkor rohan, mintha az életem újna majd rajta. Hogy a két percenként járó metrót elérje. Úgyhogy igazából vegyeszek az érzéseim ezzel, hogy ki kell itt írni, vagy nem. Aki felé menő lejárat, meg itt van. Igen, mehetünk is vissza. És egyébként itt nem látszik, de itt a forgalmi ügyeletnél ott vannak bekötve a kamerák, és ott monitoron lehet nézni az egész állomást. Csak most éppen nagy ott a tömeg, úgyhogy most nem tudom megmutatni. És egyébként itt van a feljáró. Ennyire tudom megmutatni, hogy ott vannak a kamerák, bizony. Most nem is emlékszem, hogy ez már régen is itt volt, vagy most tették ide. A Dózsa-György után az hallott. Nem tudom, egyébként itt van már az új 3-as metró. Hát még egy hétig jár a teljes vonalon. És akkor itt vagyunk közben a másik vonalon. És itt ezen az oldalon nem láttam eddig liftet, de szerintem a másik oldalt van, majd mindjárt úgyis arra megyek, megnézem. De most itt akkor tudom mindjárt videózni, mikor kimegy a Panda. Ott van a kamera, tehát szintén
azok is megújultak, tehát eddig is be volt kamerázva minden állomás a metrón, de most már ezek a újabb kamerákon. Megérkeztünk akkor a másik oldalának a peronnak. És ezek a visszajelzők érdekes módon megmaradtak, ami ugye feszültséget jelző, hogy a peron meg az alagút az feszültség alatt van-e. Az gyakorlatilag ugyanaz a jelzéssel visszakerült. És itt talán még be tudunk esni az alagútba is. Ez a városkapu felé menő alagút, de... Hát elvileg ez is megújult. Hát döntsétek el, ti mennyire. Akkor azt nézzétek, megtaláltam a liftet is, tehát ez a pedonon is van. Csak hát ez valószínűleg szintén felvisz a felszínre, de mindjárt megnézzük. Ez a szokásos, itt van egy ilyen vészjelző. Ja, hát ugye nyilván vannak jegykezelők, tehát az azért gondolom, hogy itt a... Bekivenni, és akkor ugye befuksolunk a liftaknálba. Ez az ugyanolyan lift, de úgy látom, hogy ez köteles is, vagy... Nem hidrolikus, mert akkor itt lenne a munkahenger a közepén, ez köteles. Na, megnézzük. Ja igen, tehát gyakorlatilag két végállomás van a felszín, és úgy látom a Schindler vezérlés, tehát... Aha. Hát újfajta lift. Na, mindegy, megnézzük. És én gondolom, hogy szombaton itt hatalmas tumultus volt, mindenki akkor fotóztam, meg videóztam, amikor átadták, de hát nekem akkor más dolgom volt. Én most jöttem. Én most nyugodtan tudok videózni, fotózni. Nem mászik bele senki a képenbe, senki nem. Scan meg el, de bár még ugyanilyen tucat képek lesznek, ez is, mert megy metróállomásról, mégis mit fotózzál nevezt. Csak hát innen így valakivel összefutnék, az lenne a csoda. Már ki tud bárcsövet erre. Na itt kijöttünk a felszínre. 175 plusz az éppen ott fordul be. Na itt vannak egyébként a szellőzők. És akkor most egy kis korrekció, mert az előbb hülyeséget mondtam, a régi teherlift az itt volt. És szerintem ez még most is megvan. Tehát nem a teherliftből csináltak azért személy szállító liftet, mert igen, itt van a régi teherlift, tehát sokan gondoltak az, hogy így megoldják az akadálymentesítést, hogyha ez a lift már úgyis itt van. Egyébként úgy tudom, hogy a Dózsa György útnál például nincs lift, és ilyen teherlift az ott is volt, tehát ezt be lehetne kötni, amíg lemegy az aluljáróig, és hát a peronig. Ja, hát egyébként igen, ott még a nyári időszállítása nem állt át őkkel, mert nem 16, hanem 17.05 van. 23 fok az úgy helyek közben stimmelhet, mert igazából nincs rossz idő. És ez is egy metrószellőző, úgyhogy mindjárt visszamegyünk a peronra. Ja, egyébként Újpest központ, tehát nyilván itt is villamosokra lehet átszállni, tehát ott van szemben a villamospálya, 14-es meg a 12-es villamos jár erre. És talán a 12-es már, ja de eddig még eljön, mert most már visszavágták annyira a fölkocsi szidék, hogy lehet érni, nem megy el, de eddig eljön. Egy kis újpesti életkép, ott megy ki egy 14-es villamos, a másik oldalt jön be egy 12-es, és egyébként itt a metrópótlók itt jártak keresztbe. Úgyhogy valószínűleg az újpestiek már nagyon örülnek annak, hogy átadták a metrót, és most egy hétig fog teljes vonalon járni. Majd szombati üzemkezdettől fogják lezárni a déli szakaszát, Nagyvárad tér és Kőbánya Kispest között. 12-es villamos ott elhúzott, és úgy láttam, ott jön még egy 12-es, na azt én megvárjuk.